Láttatok-e már pipiskét? A pipiskének barna a háta, nagyon hasonlít ez a kismadárra, és barna-fehér foltos a szárnya, nagyon vidám kismadár. Mikor felkel a nap, pipiske is talpon van, felrepül a magasba, és mint a nyíl, a felhők között találja magát, és száldogál, repdes, és énekel, és csiripelget, és amikor megunja, visszaszáll a fészkébe. Az egyik napon a mezőn csicserikélt. Meglátott egy fűszálat. Nézd csak, mekkora fűszál! Nagyobb, mint én! Mi lenne, ha kihúznám? És elkezdte húzni. Húzta, húzta, de sehogy sem sikerült neki. Észrevette ezt a barázda billegető, aki a farktollait billegette. És észrevette ezt a tövisszúró gíbics, aki a csőrét csattogtatta. Mit csinálsz, pipiske? Kihúzom ezt a nagy fűszálat. És miért akarod kihúzni? Hát azért, mert nagyobb, mint én. Mit gondol magában ez a pipiske? Pipiske, ott van az a bokor, az is nagyobb nálad, azt is húzd ki. Bizony, majd azt is kirántom, csak előbb ezzel a fűszállal végzek. Mit gondol magáról ez a pipiske? Milyen beképzeld? És elkezdte pipiske a fűszálat húzni, és húzta, húzta, még egyszer csak elszakadt, és akkor pipiske hátra hömbölödött, és a fenekére csüccsent. Azt gondoljátok, hogy mérges lett? Egy cseppet sem. Azonnal talpra ugrott, és már is azt kiabálta. Én is így akartam, én is így akartam, én is így akartam. A két kis madár összenézett, és nagyon csodálkozott pipiske viselkedésén. De ez egy cseppet sem foglalkoztatta pipiskét, nem törődött ezzel, hogy mit gondolnak róla. Már is fölrepült a levegőbe, csicserikélt, száldogált, röpdesett, és amikor megunta a száldosást, visszament a bokor aljába a fészkére megpihenni. Nem tudom, hogyha a bokrot is kiszaggatta volna, ugyan most hol aludna. Itt a vége, fuss el. A mai napon a kis csoportban, a Bárányka csoportban láttunk egy bemutatót, ami egy versmese kezdeményezés volt, ahol a Pipiske című mesét mesélték az óvónénik, és arra láthattunk példát, hogy a gyerekeket hogyan lehet aktivizálni és motiválni arra, hogy végighallgassanak egy mesét, hogy szívesen hallgassanak mesét, mert az óvodánknak van egy olvasóvá nevelési programja, és ennek keretében nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek minden nap halljanak mesét itt az óvodában, ha máskor nem, akkor a lefekvéskor, de általában a délelőtt folyamán is sort kerítünk arra, hogy meséljünk. A könyvek szeretetére, tehát szeretnénk azt, hogy akik innen kikerülnek gyerekek, tényleg értékeljék a könyvet, mert manapság a digitális világban igen nagyon nehéz a könyvek szeretetére ránevelni a gyerekeket. Mert hogy tudjuk, hogy a tinédzserek is inkább megnéznek egy kötelező olvasmányt filmről, mint sem, hogy elolvassák azt. Mi szeretnénk, hogyha az innen kikerülő gyerekeknek természetes lenne az, hogy könyvet fognak és írott formában is ismerkednek az irodalommal. Hú, de ügyes vagy! Hát akkor valami nehezebbet. Hogy csinál a bagoly? Hú, de ügyes vagy. Úgy van. Igen, na várjál, akkor gurítom neked. Hogy csinál a kakuk? Kakuk, kakuk. Zsombornak gurítom. A kacsa. Hát, 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 de ügyes vagy. Gurítsd vissza. Na, Lacika, guríthatok?
Mit csinál a kiskutya? Milyen hangot? Wow, wow, de ügyes vagy. Na most valami nehezebb. Adélka? A kis veréb. Hogy csinál a kis veréb? Milyen hangot ad? A kis veréb. Csip, 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 csip. Így van. Azt mondja, a varjú. A varjú. Kár, 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 kár. Nagyon ügyes vagy. Na most valami nehezebb. A kakas. Hogy csinál a kakas? Kukuri. Kukuri. Kukuriku, kurisd vissza, most valami. A kis kutya. Pau, pau, pau. Nagyon ügyes, nagyon jó. Na, gondolkozunk, gondolkozunk. Azt mondja, hogy a kakuk. Kakuk, kakuk. Jó. Zsombor. A bagoly. Bagoly. Nagyon jó, nagyon ügyes van. Ez a szakmai munkaközösség, ez a tavalyi évben alakult, és belső továbbképzési rendszernek a része, ahol az óvónők, az óvodapedagógusok egymás munkáját megismerhetik, és azt elemezhetik. A fő témája ennek a munkaközösségnek most a korszerű tanulási módszerekkel való ismerkedés, és azok alkalmazása és annak megfigyelése. Ez úgy történik minden alkalommal, évente háromszor, hogy az óvónők bemennek a csoportba, megnéznek egy bemutatót, és egy délutáni alkalommal pedig ennek a szakmai megbeszélése történik, ahol az óvónők megfogalmazzák, hogy mi volt a cél, mi volt a feladat, mi az, amit sikerült teljesíteni, mi az, amit nem és ha nem, akkor miért, vagy hogyan próbálkoznak nának másként, tehát ez most a portfólióhoz is készíti az óvónőket, az önreflexióra tanít, hogy hogyan elemezzünk foglalkozásokat, és természetesen a többi óvónő, aki megfigyelte a foglalkozást, ők is elmondhatják a véleményüket, egymásnak tanácsokat adhatnak, megfogalmazzák az erősségeket, megfogalmazzák a fejlesztendő területeket. Tulajdonképpen egy művi helyzet, tehát a mindennapoktól azért eltér, felkészítik előre a gyerekeket erre, tehát elmondják az óvónénik, hogy idegenek fognak jönni, mert az iskolából is szerencsére, hál' Istennek mondom, hogy részt vesznek az alsós munkaközösségből a kollégák általában a bemutatóinkon. Ezzel az óvodaiskola átmenetet, a szakmai kapcsolatot is próbáljuk ápolni, nem csak a mi belső továbbképzésünket szolgálja. És hogy a gyerekekre visszatérve, hogy felkészítik az óvodapedagógusokra, hogy ez most másképp fog történni, mint ahogy a mindennapokban, de a gyerekek elég jól lereagálják ezt, tehát nem okoz ez problémát általában, hogy megnézik őket. Megszól a zene, és akkor elhagyja minden kis madár a fészkét, és elkezd repülni a belőfényes napsugárban a szép zenére. Ha elhallgat a zene, akkor gyorsan mindenki keresi a fészket magára. Az lesz a legügyesebb, aki minél gyorsabban talál fészket magának. Jó? Hallgassuk, hogy indul a zene, és akkor szakadjunk. Hatnak tovább a madárkák. Még van egy fészek, szabadon van ott egy fészek még. Itt van a fészke, Krisztófer. Ott egy másik fészek is, szabadon van. Ott van a fészek, ott van. Nézd csak, keresd meg gyorsan. Gyere,
nézzetek egy fészket gyors. Itt van egy szabad fészek. Ott van. Szülői értekezleteken mindig elmondjuk, hogy mi a mi profilunk, mi a mi programunknak a lényege, és úgy is bevonjuk a szülőket, hogy nagyon szívesen hoznak a gyerekek könyvet magukkal az óvodába, ezt engedjük is, meg is mutatják egymásnak, az óvónénik is mesélnek az ő könyveikből, legyen ez akár irodalmi jellegű, akár természettudományos jellegű, vagy kis lexikon, vagy bármi, amit a gyerekek szeretnek, és így is ismerkednek a könyvvel, tehát bátran mondhatom, hogy a szülők nagyon jól segítik ezt a olvasóvá nevelést, és arra is ösztönözzük őket, hogy minden nap meséljenek otthon. A gyerekeket szoktuk kérdezni, hogy mesélnek-e otthon este, mennyire szokás. Szerencsére nagyon sok családban van esti mese. Kisközépsi és nagycsoportos, külön életkorú homogén csoportokat szervezünk. Ezzel az a célunk, hogy a gyerekek egyrészt érezzék, hogy mindig nőnek. A berendezés is olyan, a játékokat is úgy válogattuk össze a csoportokban, hogy megfeleljen egy-egy életszakasznak, és így, ahogy költöznek, úgy érzik azt, hogy egyre nőnek, és mikor iskolába mennek, akkor bekerülnek abba a terembe, ahol már galéria van, és ők önállóan fölmehetnek a galériára, és egy csomó olyan játék is van a nagycsoportosoknál, amit a kicsiknek még nem tudunk odaadni, apró legó és a többi. Tehát, hogy ezzel is érzékeltetjük, hogy ők haladnak a létrán fölfelé, és egyre inkább készülnek az iskolára. Nagyon sok gyerekünk megy a Bethlen Gábor református iskolába innen tőlünk. Róluk közvetlenül vannak visszajelzéseink, hiszen követjük az ő életútjukat, meglátogatjuk őket az első osztályban, és a tanítókkal is váltunk szót az ő fejlődésükről. Egyébként meg a tavalyi évtől kezdve a tanítóknak az óvónénik átadják a nagycsoportot, tehát szakmailag konzultálnak a gyerekekről, a 3 éves tapasztalat alapján indítják útnak az óvónénik a gyerekeket, és a tanítóknak beszámolnak az ő tapasztalataikról. És a szülők visszajelzése is nagyon jó, nem csak az iskola visszajelzése, hogy jól felkészített gyerekek mennek az iskolába szerencsére. Más iskolákból is kapunk pozitív visszajelzést, mert őket is meg szoktuk látogatni, ha nem a Bethlen iskolába kerülnek, és nagy-nagy örömmel fogadják az óvónéniket az első bemutatókon, hogy őket is meglátogattuk, és kíváncsiak vagyunk az ő fejlődésükre. Nézzetek rá a fára, jól látjuk, hogy valami különleges helyeken. Nézzük csak itt, hogy mit látunk. Ha ezt fölnyitom, ott is egy kismadár. Mire hasonlít ez? Melyik kismadára vajon a ve? Csip, 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 úgy csinál, hogy cserép. Csip, csip, csip. És ugrálni is szoktunk rá. Melyik az a kis énekünk? Melyik ének jut az eszünk? Ú, énekeljük csak el, jó? Na, nézzük csak. Ugráljunk, mint a vereben, rajta gyerekem. Ugráljunk, mint a gyerekem, rajta gyerekem. Ugráljunk, mint a vereben, rajta gyerekem. Na, nézzünk még valamit, van-e itt? Én még sejtek valamit. Itt vajon kirejtőzik? Olyan érdekes a farktolla. Melyik madár lehet ez? A gólyom. Fekete. Az igaz, hogy a gólyának is van fekete szárnya. Olyan villára hasonlít. Villás farkú. Fecske madár. Melyik ének jut eszünkbe, vagy vers? Azaz. Fecskét látok, lőtt hányok, sejment gombolítok. Fecskét látok, szebb lőtt hányok, sejment gombolítok. Fecskét látok, szebb lőtt hányok.
Az óvodában, a fenntartó helyben térítésmentesen biztosítja a rászoruló gyermekek számára a logopédiai foglalkozást és a gyógytestnevelést. Ingyenes délutáni foglalkozásokon játékos formában már középső csoporttól ismerkedhetnek a gyermekek az angol nyelvvel, elsajátíthatják a néptánc alapjait, intenzív zenei képességfejlesztést kaphatnak a zeneóviban. A 2015-16-os nevelési évtől bevezetik a tehetséggondozási programot, melynek keretében tehetséggondozó műhelyekben segítik a gyermekek kiemelkedő képességeinek fejlődését.